ez egy rendezői, bábrendező vizsgának készült. És hát, mint tudjuk, ezeknek az a sorsuk, hogy hát bemutatódik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, bemutatjuk a vizsgán, leosztályozzák, és akkor kész, annyi. De te se futhatsz, Isten, én előlem, ha bár-e halban sósús lett belőlem. De hál' Istennek ezzel nem ez történt, hanem elkezdték hívogatni. Mert hogy nagyon sok bábigazgató látta ezt a vizsgát, és tetszett nekik annyira, hogy elkezdték hívogatni, és valahogy ennek híre ment. És mivel ez csak egy fél órás maga a Jónás könyve, ezért kitaláltuk azt, hogy kibővítjük egy 80 percre, és akkor ez lett a címe, hogy Imi mondj egy verset, és akkor ezt az Oszi fölhívott, és én meg örömmel jöttem. És mondd az Úr Jónásnak másodízben, kelj fel és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivéig meg se állj, és miként eléd beírtam, prédikálj. Én szeretem az ilyen kis intim színházakat, szeretem, ennek is megvan a maga bája. Meg hát látszik, hogy ők nem, tehát ők önszántukból jöttek ide, önszántukból ültek be, és hát nagyon, nagyon jó felemelő élmény volt. Jöjjön, üljön ide mellém, és nézzük együtt a Menház színpad előadásait.